Alig két héttel karácsony előtt még híre sincs a kereskedelemben a hargitai fenyőnek, a magánkertészetekben azonban kapható már az import normann fenyő. A termesztett dús dísznövényből több százat hoznak be évről évre, az ünnepig általában fel is vásárolják a karácsony elmaradhatatlan kellékét. A Magyarországról behozottak mellett a környék erdészeti hivatalai is vágatnak ki fenyőt. Az udvarhelyi Homoród erdészeti hivatal idén körülbelül 200 fát bocsát eladásra, de további 4000 fenyő kivágására adott engedélyt a Zetelakalibán erdőgondnokság is. A hivatalnál érdeklődve megtudtuk, hogy ebből körülbelül 1000 darab kerül szabadon a kereskedelembe, hiszen a többit a közbirtokossági tagoknak osztják ki, lefedve ezzel a környék karácsonyfa szükségletét. A környéken vágott fenyő mérete függvényében 35-60 lejbe kerül, a díszes normann fenyőnek 80 lej métere, de ha az áruházak polcairól választunk műfenyőt, abból egy közepes méretű 100 lejbe kerül. Az állandóságot, a kifogyhatatlan energiát szimbolizáló örökzöld élőfenyőt azonban nem cserélik le az udvarhelyiek. Van, aki azt is megnézi, hogy hazai fenyő legyen. Mi mindig élőfenyőt szoktunk vásárolni. Csak is élőt. Árban melyik jó? Hát mivel mi már nyugdíjasok vagyunk egy kicsit, aztán a fiaink választanak maguknak nagyobbat, de mindenképpen az ár nem számít karácsonykor, mert nem lesz úgyse olyan rettenetes magas az ár, hogy ne tudja az ember megengedni magának. Hál' Istennek még nem tartunk ott. És a helyi vagy import fenyőt részesíti előnyben? Hát mindenképpen hargitai fenyőt. Más az illata, más az egész fenyő más. Na nem lehet a műfenyővel összehasonlítani. Csak élőt szívem. Az illata, minden a házat betölti, igazán nagyon-nagyon szép az élő fenyő. Hát az embernek van pénze, persze, hogy az lesz. Minden esetre a hagyományos élő fenyőt szeretnénk, ha meg is éljük. Akik a környéken nőtt fenyővel szeretnék szebbé tenni a karácsonyt, azok várhatóan jövő héttől vásárolhatják meg azt a városban egyetlen kijelölt helyen, a Vásártér utcai junior üzlet szomszédságában lévő parkolóban. A területfoglalási kérést a Városháza 12-es irodájában lehet benyújtani, hívja fel az árusok figyelmét a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal. Az engedély kiváltásához a kereskedelmi tevékenységet igazoló engedély, a fenyőfa származásáról szóló hiteles bizonylat és személyi igazolvány szükséges.